Sziasztok, Black Anon vagyok, és itt a Dungeon Keeper 2 második része. Az előző részben belevágtam a kettőbe, és azt kell mondjam, sokkal jobb már most, mint az egy. Vajon miért? Mert ugye már a workshop is úgy működik, ahogy kellene. A varázslatok úgy működnek, hogy ha kitanulom, akkor jön velem a következő pályára, nem újból kitanulni. Plusz a szobákat se kell kitanulni, mert ugye, hogyha az egyben ott volt ugye a Lair, a Hatchery, a... mi az? Treasury, meg a Training Room és a Varázsló szoba. Ez az öt volt összesen alapból, a többit meg így minden egyes pályán ugye ki kell tanulni. Itt szerencsére nem. Mennyire egyszerűbb ez is, így jobb. Na nézzük. Shadow. Ki ez a következő úr? You face a strange quest this time. Lord Constantine. You must not only conquer this land, you must also conquer fear. Lord Constantine has installed himself as master of all he surveys at Keep Fear, and protected himself with powerful traps. It is said that all who attempt to depose him turn back at their first attempt, their faces contorted with terror. Jó, és akkor az új szoba, úgy látszik, a börtön lesz, és csontvázak lesznek az új egység. The gutless knight who guards his gates with traps of fear. Your creatures may be loath to face them with their might. It's up to you to find an elegant solution to this puzzle, whereupon your thoughts may manufacture beasts so frightening themselves that fear's a paltry weapon to their side. Mennyi lesz ebbe a börtön is. Wooden bridge. Na már hidat is tudok csinálni, nagyon jó. Mennyi a jobb így, hogy megkapom, előre is nem kell kikutatni a szobából. Jó, amúgy az előző pályán megkaptam ezt a possession képességet, ami annyit akar, hogy átveszem egy egységen felett az irányítást. Ugyanazt ugye, mint ott az első varázslat, csak ez most nem ingyen van. Lótosan bányázgassunk már errefele, úgyhogy itt kibányászunk, itt leesik egy-két hős. Vigyázni kell, meg folyamatosan jönnek egy ideig. Innen is, arról jobbról. Három artefektet sikerült találnom, az egyik itt volt, a másik itt, a harmadik meg itt, pontosan. Mit is tudnak ezek az artefaktet, nézzük csak. Mana boost, locate hide and land, meg heal all. Nézzük ez a... A hidden realm has been made available. Your portal has attracted as many creatures as it can. Jó. Szóval ez a max portál mennyiség, jó. De milyen Hidden Realm? Ez lehet, hogy bónusz pálya, azt nem tudom. És hogyha erre jövünk, itt van ilyen ajtó, én nem tudom, hogy ez merre vezet, úgyhogy most meg akarom nézni. És igen, úgy van, hogy a leölt ellenfeleket fogják és ide behurcolják, aztán meghalnak csontvászként. Jó, az a csonti azért csak egy kicsi papír. Na. Mi van itt? Ó! Egy-kettő csontvász csak úgy csatlakozik hozzám. Nagyon jó. Elkezdtem errefelé is bányászni, és akkor van ilyen death trap. Ez meg... Mi a cikk arra való, hogy az impjeimet így távol tartsa? Minden is egységemet távol tartja, vagy csak az impjeimet? De szerintem csak az impjeimet. De esetre ezt le kell szednem. Aha. Jó, ki lehet szedni. Mint egy csontváz lenne benne. Látszik, ha errefele bányászunk, akkor megjelenik a Land of the Lord, Lord of the Land is.
Tehát akkor bajaszunk akkor erre fele, hogyha be akarjuk fejezni. Ú, mennyi varázslója. Azt a mindegy. Nem, csak ez a három artifact volt, de ha nem, akkor majd még keresgélek. Nem hiába mentettem. Van egy heal a képessége, úgyhogy ezt én is használom. Aztán egy kicsit sok. Ez mint 3-os 4-es szintű. Jó, ez meg is pusztul. Jaj, bezsebelni. Ez mi volt? Valaki befingott, aztán mindenki rájött. Családi fotó. Ó, még kettőt kell keresni. Jó van, azt azért megkeresem, hogy hol van. Csak sikerült megtalálni, mit volt közvetlen a treasure room-om alatt. Ez mit tud? Make happy. Az összes egységem boldog lesz. Még itt találtam meg az utolsót. Vagyis itt. Ezen a helyen. Ami itt akar, hogy kapok pár impet. Make happy. Hát ez... Nekem nem tűnik boldognak. Nem tudom, melyik lett a bónusz pálya, de... Ez már nem tudom, miért lett ilyen kék. Tippem kell találni ez a bónusz pálya. Like a rat fleeing a sinking ship. Lord Ironhelm has his escape already planned. However, by attacking the front of the castle, you will prevent Lord Ironhelm escaping with the portal gem. Az is az. Your bloodlust. Hát akkor nem tudom, legyen ez. Like a rat fleeing a sinking ship, Lord Ironhelm has his escape route already planned. El kell fognom Ironhelmet, az első lord, aki menekülni fog, és nem száll szembe velem. El kell fogni a vándorló hőseket. Aha. És akkor most már van torture chamber. So it is best to cover their escape with ammo. Somewhere amidst this maze of tunnels lies a hero gate. Your fleeing enemies will find it, then amass their strength, and so prepare your ambush. Surely its location is known by heroes who patrol these caves, so your task is to find a way to loosen up their tongues. Your forces have been busy, and have captured you a wizard. See, he languishes in prison. So elfogtunk egy varázslót. And so we'll have some fun. Prison. Torture chamber. Ez mi? Horny summoning. Fear trap. Ó, mennyi mindent kapunk. Barricade. Barrikád. Most már a torture chambert is tudok. Nagyon jó, és akkor valami fér az új varázslat. És amit építeni tudunk, az fear trap, meg alarm trap. Barrikád. Mennyi minden van. Mi ez a hang? És úgy látszik, itt rejtőzik. Mi az olyan bénzsve? Hát ez eléggé nagy pálya már. Én beraktam a varázslót ide a torture chamberbe. Ó, látszik, eddig tartott? Hát ez megdöglött. Beraktam ide a villamos székbe, aztán meg lett sokkolva, de úgy látszik, ez csak arról, hogy kifaggassam. De hát is lehet alakítani, hogy az én oldalon álljon. Ez egy kicsit hosszabb procedúrát igényel ez a szint. Ugye paramilyen nagy pálya. És időre megy, tehát 30
5 percünk van, hogy kiiktassuk a Lordot, különben elszalad. Már nem sok időm van hátra. Ha eljövünk errefele, a dungeonünktől balra, erre érdemes elsőnek kibányászni, mert itt van egy börtön, amiből tudunk szedni 2 csontvázat ingyen, meg egy csomó, hát olyan 7 darab troll, vagy 6, nem is tudom már mennyi, de azokat érdemes kiszabadítani. Több egységet így nem találtam, ami csatlakozna egyből. Plusz itt találtam még egy artefektet, ami így felgyógyítja az összes egységet, azt hiszem. Azt tudja. És nem is találtam több artefektet, tehát én nem fogok arra rámenni most egy idős pályán, hogy kutakodjak, hogy merre lett az artefekt. Én jobb szeretek inkább rámenni a célomra. Az, hogy eljussunk a Lordhoz. Itt ezen az oldalon kell jönni. Én ezt nem akarom mondani, hogy itt volt pár őr. Ilyen 1-es-2-es szintű, tehát őket érdemes leverni gyorsan. Bebörtönözni és csontváz átalakítani. A csontvázakat is ugye csak 4-esig lehet max felvinni. Szóval erre kell jönni. Itt van 2 ágyú, minden, és akkor ezen kell áttörni magunkat. Itt van egy kisebb, nagyobb őrjárat van, ilyen 4-es, 5-ös szintűek, tehát ők már azért kemények. Tehát arra készüljünk fel így a tréning szobába. Akkor ugorjunk neki. Ha őket levertük, onnantól meg itt szépen erre kell jönni. És akkor még itt volt egy kisebb csapat. De itt már ilyen 2-es-3-asok voltak, őket már lehet verni. És hát ennyi idő alatt sikerült eljutnom ideig. És itt is van a lore minden. Úgyhogy nem fog szarakodni. Most megpróbálom leverni. És van ez a horny, a horn keep. Nem is értem, hogy miért az a rövidítés egy horny. Hát, na, kanos. Hívjuk le akkor majd kanoskát. De elsőnek is. The very rock yawns with anticipation of your next fascinating move. Inni. Itt be kell törni ugye az ajtót. Jelen, hogy ennyi idő elég lesz rá. Leverjem. Majd kiderül. Na? Az a baj, hogy... Na. Csak jön már... a Lord. Na, és akkor meg is idézem már akkor... Hornit. Srác, másodpercig... használtam csak. Hát annyi idő csak elég lesz. Hát ez meg is döglött. Horny az túl odrahaszott neki. Hát az biztos, hogy több artifact van. Ajaj. Hogy nézed? Ez mi volt? Kiszedte a szemét, hogy megnézze, hogy annyi artifact van. Azt kurva egy. Ennyit sikerült megtalálni a 11-ből. Ha nem baj, én most ezt ne szarom, de egy ilyen időre menős pályán nem szeretek szarakodni az artifact kereséssel, főleg, hogy ilyen sok ellenfél van ezen a pályán. Ez kemény pálya. És akkor erre is hallottatok, vagy erre? Nem számított ilyen boss pályának, mert ugye választhattam volna ezt is. Csak akkor ez úgy van, hogy itt így rajta ütünk a Lordon, mert ugye váratlanul érte a támadás, itt meg már felkészült.
rám, tehát itt meg ostromot csinálok. Hát hogy akkor tényleg ez a bónusz pálya, nem tudom. Na de haladjunk. Emberglow. In this land, Keeper Gormagon is currently under siege by Lord Sigmund and his allies. A lack of foresight has found this rival of ours falling foul of both the creatures and the land itself within this treacherous realm. Although his position now looks irretrievable, perhaps when he falls, his old dungeon will be of some use to us. So, vigyáznunk kell, mert itt óriások lesznek. Ahogy nézem, ezek a gyíkok lesznek most az új egységeim. Lord Sigmund. The fate of dungeon hearts and keepers who do fail in this domain. For there are giants who roam this land and do its good lord's bidding. Mark, these beasts are vicious as their size. And bolstered by this victory, they now seek your demise. Szóval már tönkretettek egy dungeon heartot be a részbe, és most engem keresnek. Alarm trap. Ó. Már úgy kezdünk, hogy egy fullos dungeon? Ó, az tök jó. És akkor a lávára gondolom nem lehet ráépíteni a fa hidat, vagy igen? Hát az el fog égni. Most már támad? Hát nincs is egységem akkor. Hogy amire kezdek ezen? Az a baj ezzel a pálya, hogy irtózatosan nagy labirintus. Mi úgy kezdünk, hogy itt. És itt van három óriás. Ezt az óriást úgy lehet leverni, hogy az egyik garantáltan ide fog jönni a kórunkhoz. Meg kell várni, míg ide jön. Három goblin ki a portálból, egyszerre rátámadunk, aztán úgy megöljük. Maradék kettőt, meg úgy, hogy gyűjtünk varázsenergiát a Lightning Bolthoz, mert ez azt tudja, hogy nem csak sebesz, hanem stunol is. Tehát, amint van Thunderboltunk, egyesével kiszedjük ezt a kettőt, úgy, hogy Thunderbolt elkábul, addig megöljük. Itt szerte az egész pályában vannak óriások, tehát óvatosan közlekedjünk. Főleg óriások vannak, tehát emberek alig találkoztam velük, aztán egy csomó artifact van, hát hogy hol rejtőznek, azt az a baj, már nem tudom megmutatni, mert annyira labirintus az egész pálya, hát csak így meg kell nézni, szét kell nézni nagyon. Én nem is azt csináltam, hogy az egész térképet így átkutattam, hogyha megnézzük, így van. 6 artifektem jelenleg, nem tudom, hogy van-e több, de átkutattam teljesen, úgyhogy szerintem nincsen több, tehát majd kiderül. Aztán szerintem itt rejtőzhet a Lord of the Land, és nekem nagyon szusz. És az a baj ezzel a lávás résszel, hogy egy idő után tényleg így eltűnik a fa híd, és aztán jöjjek rá, hogy vajon miért nem tudnak visszamenni az egységém, hát ahogy kell oda egy híd, és akkor ez annyira macerás, nem, hogy következő pályán, hogy valamikor kapok kőhídat, mert ez a fa híd jelenleg itt nagyon haszontalan, úgyhogy nézzük, milyen artifekteket kaptam, olyan mana boost, make safe, locate, hide and land, hát nagyon jó, akkor még kapok egy bónusz pályát. Increase gold, 10,000 arany, egy negyes egységemnek, plusz egy szint. Nagyon. Torture Chamber itt is működik úgy, ahogy az egyben, leteszteltem, csak úgy kell, hogy hol van a Torture Chamber itt, hogy fogjuk, a börtönből ráhelyezzük, és akkor konkrétan rá kell helyezni mindenféle ilyen eszközökre. Most jelenleg csak ez van, mert nincsen nagyobb helyem Torture Chamberbe, és akkor oda felraktam a Giantet, rányomtam egy életet, mert ugye low HP-m van,
meg kell gyógyítani, aztán addig kínosztam, azt még egy idő után hozzám nem állt. Azt hiszem, tök jó, van két Giant-em, ilyen Bizárdom, meg Gárdom. Igen, és mutatom. Most már csak annyi van, hogy ezeket le kell vernem. Az óriások immunisak a lávára, tehát ők nyugodtan közlekednek benne. Na, de verik már ezt a lordot. Miután azt a pályát, hogy a hülye láva miatt. Ekkor miért nem kaptam kőhidat? Nem is értem. Ja, az új egységek, amiket kaptam, az a... Mi ez? Salamandra, meg Mistress. Hát a Mistress ugye besegít a kínzásba, a Salamandra szintén, hát ilyen tüzes gyík, nyugodtan átkelhet a láva folyón. Na, csak be kell foglalnom ezt a helyet. És ott is van. Csak így egy magában. Na, már azt hittem. Ki vagy a kurva híd. Nem is értem, hogy miért laggul ez a játék. Ha már itt vagyunk, akkor összegyűjtöm a csapatomat, aztán... Hadd szóljon. Szerintem ezzel én meg is vagyunk. Azt tudom, hogy azok az egységek, akik nem immunisak a lávára, hogyha belesnek, nem hiszem, hogy egyből meghalnak, de sebzést az biztos nem sokat kapnak. Mi is a neve ennek a félkegyelmének? The landlord now lies wasted, and his fortune spread around. Split personality. Split personality. Schizophrenia. Ez mi szar volt? Úgy látszik, megtaláltam mindent. De szegény Warlock rosszul varázsolt, és félig ilyen, mi ez, by demon is lett. Milyen vicces volt, hogy elkezdett ott fingani. Na, akkor úgy látszik, meg lett mindegyik artifact, ennek viszonylag meg lett. És akkor most vászhatok, hogy... For when we arrive, ultimate victory can only be ours. Ez érdekes. Ugye ezt foglaltam be most. Erre tudok menni, de... De még arra visszafelé is tudok menni. Ma ezt is elfoglaltam, nem? Nem tudom. Annyira rossz, hogy így nem tudom eldönteni, hogy most melyiket pályát csináltam meg. Most jó, így látszik, fel van perzselve. Na most ezen se tudom eldönteni, hogy ott jártam-e, vagy nem. Meg hogy ez a bónusz pálya. Vagy mi. Hát nem tudom. Nézzük meg, hogy mit ír. Duckshot. Ja, ez egy bónusz pálya. Shoot to heroes, it's fairground duckshot. Nézzük meg, hogy mi ez. Destroy the heroes within the time allotted as they pass by you in this car, duckshot. Igen. Fel a nyilakkal, igen, nekem mozgok. Három percem van, de hogyan lőjek? Jó, így. Aha, választ át kell rakni kettesre. Azt a mindenit. Hát ez de jó. És megkölöm az összeset? Még az a Führer bar szerintem nem nyomkövetős.
die. Hány pontot kell összeszednem vajon? Az a jó kérdés, mi? Ez de menő. Gyertek csak. Paf. You have 2 minutes remaining. Még varázsló is van. Még ők is varázsolnak rám. Ó, de menő. Na, azért bónusz pályákat szeretem. Mit vízel itt? Jó. Jobban tudok fülre balozni. Jó, még íjászok is jönnek közbe. Ugye lejár az idő. Na, még egy utolsó pontot. Haló. Na, 35. Most túl kell él, nem? Takarodj! Új, baszki, ez szét fog szókálni. Ez egy kicsit sok. Kaptam egy pénitú nyilat is. Most szerintem túl kell él, nem? Ja nem. Nem kaptam béta nyilat, csak lova. HP-n aztán. Well done, keeper. You've completed your task. Az igen, hogy nyomja a táncot? Akkor csak meg kell tennem a lovakat. Ez de kurva jó. Hogy nyomja? Csapja neki. Na, ez jó kis bónuszpálya volt. Az egyben nem volt talán ilyen jó. Akkor ez is bónuszpályának számít. Golf. Free round. Ó. Oh. Hogy a francba lehet itt golfozni? Use the boulders to negotiate your way through these 3 courses. Be warned, though, you have a limited amount of slaps to remain under par, and an even more limited amount of time. Aha. So, 10 pofonnal kell valahogy begurítanom oda? Vagy hogy? Ja nem. Egészen ide. Portálig. Wow. Azt hogyan? Mármint csak akkor, mondom, hogy fordítom a kamerát, arra felem megy. Ja. You have 2 minutes remaining. Hát... Aha. És úgy kell időzítem, hogy bemenjen oda. Valahogy. Most mi van? Ez eltűnt. Eltűnt a golyó. Ja, hogy a többit is kell. Hát... Meg szerintem ezzel nem jár semmi, csak ilyen bónusz pálya. Ó, és belemegy! Vagy nem. Na, hát akkor a harmadik lyuk. Hát... Ez nem sikerült most. Nem vagyok valami jó golfos, az látszik. De ez tök menő. Kis bónusz pályák. Na, de akkor haladjunk tovább. Snapdragon. With your usual cunning, you have replaced Keeper Dante as the main aggressor to this land. Poor Lord Titus doesn't even know who he is fighting. I hear that Dante was driven out by a powerful group of wizards who still guard Snapdragon against the return of any evil forces. Destroying them will make it easier to challenge Lord Titus. So it was my keeper. Méghozzá Keeper Dante, csak... It's like staring into a backed up toilet.
kikapott Lord Titus által, és ami itt maradt neki, mondom, szobák, meg ilyenek, azokat be kell foglalom, és azzal kell levelnem majd Tituszt. Titus Cookies. Üst meg százados, de nagyon durván! Jó. Good leech, I bring you tidings glad. My wizards are victorious, and evil keeper Dante has been driven from this land. You have done well, my friend Lord Titus. Stay vigilant, and with your wizards guard this realm, lest that foul fiend should threaten you again. Csak egyes szintű. Szóval meg fog halni. Stonebridge. Na ez már szerintem. Casino. Gas trap. Gas trap. Végre van kőhíd. Mi a franc? Mit keresnek már itt az emberek? Prove me right. For evil in its glory must not fail tonight. És akkor ennyi egységgel kezdek már itt alapból. De menő. Szóval fel kell szólítani ezeket a szobákat elsőnek is. És majd úgy képítkezni. De mindenhol őrök vannak. Hű. Ezek nem is kevés. Szépen befoglaltam az egész dungeon-t. Igazából csak arra kell figyelni, hogy egy oldalra összpontosítsunk, és ne össze-vissza támadjunk, mert azért nagyon sok egység jelenség van itt a dungeonbe. És így apránként vissza kell foglalni. Az a jó, hogy ez is újdonság, mert az egyben, hogyha meghalt egy egységünk, az meghal. Tehát nem lehet újraélesztem meg minden. Itt meg, hogyha meghal egy egységünk, azt így újra lehet éleszteni azzal, hogy az impek így elcipelik a csatatérő és visszahozzák ide a lairbe, hogy kipihenje magát, és akkor újra erőre kap, aztán folytatja. Kivéve a csontváz az meghal. Azt nem tudják újraélesztani. De hát most na. Az direkt erre van szerintem, hogy ilyen járulékos veszteségnek. Titus meg amikor betörtem ide a dungeonbe, tehát itt még ezt a két falat kiválasztottam, onnantól azt mondta, hogy Titus, hogy elege van, eleget látott, aztán meg is támadott. Artifactből találtam bőven, nem nehéz észrevenni, ez nem annyira nehéz, mint az előző pálya, hogy ilyen labirintus, tehát ahogy foglaljuk a szobákat is, még úgy is kapunk artifactet, de meg is mondtad, hogy miket kaptam. Hát van itt négy Make Happy, ezt is használom, Increase Level, Increase Gold, még itt is van kettő, Increase Gold, ez is Gold, azért is volt bőven. Nem, hogy összegyűjtötte mindent, hanem akkor max újra nézem, de szerintem kitakarítottam teljesen. A Tituszka elbukott. Divided attention. De bejöv ezeket a szélnotékokat. Franc! Csak hatot találtanak a 10-ből. Ez lehetetlen, 100 jutottam teljesen. De akkor még átnézem talán. De ez a szélmaték is ilyen volt, hogy no, ezt nézzétek. Csukott szemmel, így hátra tudom verni a bábot is, és akkor így, ó, jaj, figyelmelt el, és aztán baf.
Érdekes kis szemantikok vannak itt azért. Vicces. Akkor most erre kell mennem? We must keep a close eye on the outcome of that battle. It could prove rather interesting. Értem, hogy miért világítanak ezek kéken? Ugye arra fogok tovább menni? Hát nem tudom, hogy hol lehetett az a maradék artifact, pedig annál tovább nincs is. Szóval fogalmam sincs, hogy ez hogy van. Na, még ezt az egyet csináljuk meg. Lord Voss. My spies tell me Lord Voss is attempting to escape past us through this realm. Stop him quickly and decisively before he gains too much support and turns the tables on you. Take this gem, Sir Knight, across this next domain. You must approach the outpost guards, alert them of your holy quest, and pray they listen. For if their hearts are good, they will abandon where they're posted and will rally to your cause. Be swift, and may the goodness of your mission give you strength. Mm-hmm. Mondom, most meg kell akadályoznom, hogy összehívja az erőket. Az... Ó, 20 percen van csak. És egy full egyenes sáv az egész pálya. Szkolját. Az új varázslatok amúgy heal, Sight of Evil, ezre ugye fel tudok deríteni. Bárhol. Call to Arms, az ugye összejön az egységeket. Csapdák mik vannak? Brace Door, tehát ez egy erősebb ajtó, Guard Post, Alarm Trap, Gas Trap, Fear Trap. Ah, ó, végre By Demon is itt van. Nagyon jó, a dagadt fejével. Mindjárt lejár az idő. Your create imp spell has been upgraded. Én csak tréningeltem, úgyhogy nem tudom, mi lesz. A vile demon has become angry because it hasn't been paid. Behold, the knight and his companions sally forth towards this land. Ó, és akkor most indulnak el. Aha. Tehát most csak annyi, hogy meg kéne ölnöm, nem? Ez a baj artifektet nem kerestem, de annyira nem tűnik pályának, ahol lehet artifektet keresni, hiszen mely tele van emberek. És majd is van a seregével, így gyorsan kitisztítottam itt a második pontot, még mielőtt ideért volna, úgyhogy szerintem lássunk neki, mit szarozzak. You can never defeat me. No, no, defeat me. How about now? And how about yes? That's not the fuck doing it. There's any more. Szegény kis goblin, megszállt a pénztől, legalább el tudsz mutni. Nem nyomta a teher. Hát úgy látszik, hogy az artifact volt. Hát... az a baj, nem szeretek az ilyen időre menős pályákon keresgélni. Sosem legyen az bármelyik játékban. Ez nem én vagyok. Úgyhogy szerintem... ennyi. Asmodeus has finally defeated Lord Ronin, and és akkor most már erre kell azt majd imen. Na, de innen fogom folytatni akkor a következő részben, úgyhogy ha tetszett a videó, az a találkozom a következő részben. Addig is sziasztok!